Kedves nézőink, a kollégám megint szórakozik. Csokolom, finom a mandarin. Jó a kókuszgolyó. Nem, finom a kókuszgolyó. Finom a kókuszgolyó. Úgy itt vagyunk a Nyíregyházi állatpark bambusz értelmebe, a soron következő kifejezte adásába. A mai alkalommal a kollégám telefonálta magát, hozzá fog dolgozni. Kell a vitamin, hát jön a hideg. Bébi csigét fogunk készíteni. Sose mondjuk káposztus, semmi. És megfigyelj, ez milyen színű a sárgarépa. Igen. Batát a kumplival, édes burgonyával, ugye ez most nagyon divatos lett, és hála Istennek meg lehet termelni ugye a mi megyeinkbe is. Roppant jól néz ki, kollégám is előfőzte, de ezt fogjuk megsütni majd az étellel. Karikát azt arrébb teszük. Ezt majd gyűjtjük. Na, akkor szóval, kezdjük. Édes burgonya, mint batáta. Milyen színű a sárgarépa? Igen, milyen színű a sárgarépa? Találós kérdés. Tessék mondani legalább hetet. Ugyanis 6 darab van belőle, ebből most 3 itt megtalálható. Az ilyen színű héja, ilyen színű a belseje. A következő, ami szintén sárgarépa, ennek a külseje ilyen citromosága, és a belseje ilyen fehéressága. Még jön még? Erre azt mondták, hogy vegyem el, meg tegyem el, meg zavarni fog, meg nem tudják, hogy mit kell, csak vigyem hátra, mert úgy nem lesz jó. Hagyjam egy sárgarépa, aminek a külső és belső, ehhez vagyunk hozzászokva. Ez mind sárgarépa. Ugye ezek a divatos színeket mostanában mindig meg lehet őket kapni, most már a Nyíregyházi áruházban is. Áruházokban is, mondjad, nem boltokban, áruházokban. Kettő között nagy különbség van. Tudós. Tudós. PhD-ja van. Sose hallod, amíg a rendszáma pöhö, a földrészi erdőség van, a földrészi tanszik, addig neki sose lesz diplomája. Nem baj. Pöhö, dö. Ez van ráírva neki az autójára. Amint rendszámba. És akkor legalább megpróbálja a csirket el ez a csirke, meg miért baby csirke, vagy miért francia csirke? Most mi az igaz? Mind a kettő igaz. Mert a baby csirke az a francia csirke, ami maximálisan 40 dekában van. Én is aranyára van a boltba. Akkor most hogy vágjam? Lesz karácsony, vagy nem lesz karácsony? Óvatosan, mert drága. Ha rosszul fogom vágni, érted, akkor deficites lesz az egész művelet. Óvatosan, mert drága. Melyik részére lesz szükségünk? A mellehúsát fogjuk feldolgozni. Persze, mert ez szép, hamar elkészült. A többit a vasaló alá tesszük itt, és akkor szépen azt is el lehet készíteni. Mondjuk nem a gőzvasaló alá kell tenni, mert az igazán nem fogja elkészíteni, de egy igazán régi vasalót találunk, és kint esetleg grillen, hát ez is már olyan kérdés, hogy mi az, hogy grill? Hézen mester csinálni, és ugye kimentünk a piacra, és azt a gőz, régi fajta gőzös vasalót, amit megvettünk 2000 forintért, alkottuk álló eseménynél, ugye? Azt ott 10.000 forintért adták. Mondjuk, hogy köszönjük szépen, most még nem kérünk belőle. De mondja, hogy nagyon jó. Hát mondtuk, köszönjük szépen, elhisszük. De itt hol olcsóan megvehettük volna. Figyelj, tehát bizniszt kell belőle csinálni. Innen elvisszük, ott eladjuk. Hát, ha valaki megvenné tőlünk. Ne legyünk túlságosan durvát ezzel a szegény kis csirke mellett. Itt lesz az egyik része. Itten pedig lenne a másik része. Várj, már azt mondta, hogy sárgarépa, de itt már van alma. Hű, ez nem sárgarépa. Azt csak úgy hozzáugrott az alma. Úgy belejöttem már a sárgarépába. Akkor mondjuk róla valamit. Milyen alma jó, szabolcsi alma, amit lefőztek és hát dugaszoltak. És egy baja van vele, hogy ez még nem főtt ki. A kifőtt az jó lenne. Így van. Nem annyira, hogy kifőttek jó lenne. Ezt jön neked felje, hogy lassan húzzál bele, mert... Lassan belehúzok. Lejárt a műsőre, addig fogsz vele szórakozni. Egy kis olit kapsz. Nagyon jó. Só kérsz? Nem, van nálam. Na jó, rendben van. De van só, ez is elértük. Hát... Nem mondjuk meg a nevét, márkáját, de nagyon finom. Elég forró lesz? Még nem. Még nem, jó. Tetszük bele, én is belakadtam. Ja, így tegyük bele? Kezedet. Jó lesz, már hallod? Sercek, fiam, ez már jó. Na,
Milyenre fogunk tálalni? Arra szeretnénk tálalni, igen. Mátást készítünk hozzá valamit? Oda tartom, ő legyen olajos. Figyelj már! Igen? Hagyjuk be a mérdet abban a tejszínen, akkor, amikor megvan sülve akkor. Ebben vagy abba? Abba. Igen, és még tegyünk hozzá valamit? Semmit? Méz tejszín. Jó, méz meg tejszín. Alap, mártás. Várj, így menjen egy kis paprika bele, nézd csak, adjuk egy színbele, nem? Szint, azt már is hozzá tehetjük, hogy akkor már maga. Bárdal dolgozik a fiú, tessék megnézni, bárdal dolgozik. Már lassan megtanulom. Alabárdos. Közben a zöldségekkel esetleg valamit szeretnél? Vagy igen, ez meg, az a kétszer gyümölcsöd, de ugye azt mondta, hogy zöldség, gyümölcs együtt soha. És mit tett bele a... Tessék! Zavar, mit tett bele a serpenyőbe? Zöldség, gyümölcs, de soha. De ez most más. Ja, ez most más. Most neki lehet, amúgy nem lehet. Igen. Ezt most teljesen elhalkítom. Csak ennyit jó, és aztán megváltozik. Ezeket forgassam meg? Nem, ne fáradjál. Nem is akartam, csak mondom, megkérdezem. Ez lesz a csíkos alma. Olyan messze van. Igen. Lehet a szél is, nem? Csak akkor olyan, hogy szénné sütött esetleg. Mert még arról a textúrán nem beszéltünk, hogy valamit szénné sütne. Milyen textúra? Hagyjam a textúrát, békem a textúráddal. Ez olyan, mint a paplan, csak kicsit keményebb. Vagy puhább, vagy keményebb, vagy lehet hajtani, vagy nem lehet hajtani. Tehát egyveleg? Egyben minden? Szedjél össze magadat. Nem telefon, nem mozga telefon, nem az a kavarjuk. Lila hagyma is került bele, csókolom. Tehát tessék megnézni, hogy eddig, ami szabályt felállított, egyedül még a sóhoz és a borshoz nem nyújt. Azon kívül már mindent, jó, azon kívül már mindent összeöntött. Jó, hogy szóltál, mert... elég. Ezt a fél kiló sót itt leteszem, így. Ennyivel már könnyebb lesz az étel. A bors is, igen. A csirkén volt ezen a kis baby csirkén egy kevés. Nem is nyújtam hozzá? Ja, jó. Paprika hagyma, ez így jó lesz? Fel a tejszín, vissza is gőzöljük egybe az egészet. Úgy, és kész is lesz. Jó, arra esetleg valamit teszünk, semmit. Ez igazán édes spanyol, ez tényleg édes, ez pedig kellemes. Méhecskéket centrifugába beletettük, és akkor ebből lett a méz. Majd nátok nem úgy csinálják? 5-6 mézet megfog, méhecskét megfogsz bele a centrifugába, és kikén szedem a batátát belőle, mert meg fog meglassulva. Egy. Hát akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-an vagyunk, akkor 4 szem, akkor mindenkinek ül egy fél szem. Egy fél szelet, bocsánat, nem szem, csak szelet. 1, 2, 3, 4, ugye ez nem koszos, csak nincs úgy megpucolva. Nem koszos az abszolút, nem. Meg lett mosva. Csak meg lett mosva, nem lett megtisztítva. La. Igen. Megvan a paprikás, hagymás, mézes, sós, borsos, fokhagyma nincs benne. Egy picit chili. De akkor egészbe? Úgy nem. Nem. Hanem? Show. Show. Valami hiányzik a táncból. Show. Azt szerintem el is lehet, hogy kapcsolni. Ez a mártáska megvan mindjárt. Szép a csirkés, jó. És a csirke. A csirkét. Textúráját megnézzük. Textúráját megnézzük. A kisebbik darab egész jó. A másik még egy picit párolódhat. Fiúk kedvéért rakjuk csak ki csak a kisebbiket, nem? Ezzel a 6,5 dekással jól laktok? Bocsánat, ez csak 3,7. Tudós. Ezt muszáj volt elmondani így. Figyelj, meg lakodalmat tálal egyszerre. 100 főt egy tányéron. Tessék megnézni, hogy kell kitálalni 100 főt egy tányéron. Úristen, és akkor a bilagított, vagy mit adsz még utána hozzá? Telefonszám, alma.
Én adom tovább. Igen. Igen. Így. Picimel. Pici saláta, és az a kis tejszínes mézes. És még egy mellett, nem tegyek még egy mellett. Nem kell, hova az a sok? Vegyél egy almát. Nem veszek. Az almasok rajta, hidd el, az almasok rajta. Úgy, hogy mennyivel jobban néz ki. De hogy néz ki, hát semmi. Ide teszed, nézd csak ezt így, ide teszed egy pici mártást. Nagyon jó laktak. Picit. Nem én. Ő volt fiúk, jó? Picit. Ő kell majd szívni. Picit. Ó, a fiúk úgy szeretik ezt a jó mártásból, szafból, szafból. Már zöldséget esznek bőségesen, szaftot, úgy. Egészséges. Az nagyon egészséges. Mézzel, tejszínnel, friss zöldség. Kedves nézőnk, ezen is túl vagyunk. Akart még rátenni csilit? Azt már nyersen, nem teszük. Vagy fel. Így, vagy nem így. Ez már nem nyers, ez már kicsit meg van aszalódva. Fonnyadva? Hát a kettő között nem sok különbség van, annyi, hogy ezt 40 fokon végzik, az meg csak a természet úgy, ahogy fújja. Kedves nézőnk, elkészült az ételünk. A baby csirkénk, francia baby csirkénk, mármint csak a mell. Batátával. Répával. Trikolor ságrépával, almával. Mézes, répával, ennyit kell mondani, mátással. Most már nem trikolorral, csak répával. Jó ételt kívánunk. Mert csak répával, benne meg csirke. Csókolom. Pihenjél.